Köszönöm szépen! Hát akkor engedjétek meg, hogy még egyszer sok szeretettel köszöntsenek benneteket. Szeretném megköszönni a polgármester úrnak és a rendezvény szervezőknek azt, hogy létrejöhetett ez az esemény. Meghívást kaptam és összegyűltünk ilyen szép számmal. Én nyomon követtem a Máramaros megyei bőlérversenyt és láttam, hogy a tavaly Kolton volt megszervezve. Hát Kolton is van egy jó pár ismerősöm, azért Kolton is felléptem a múltban. Kik vannak Koltonról? Koltonia? Hát vannak azért. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. És láttam, hogy hát Hosszú Mező volt a tavalyi év nyertese. Úgyhogy ezért tudunk most itt találkozni többek között. Az idén ki nyeri meg? Ki? Na ez az, amikor nem lehet érteni, hogy ki, mert azt jelenti, hogy mindenki esélyes erre. Úgyhogy én remélem, hogy sikerül nekem is egy kicsit hozzátennem ahhoz, hogy jobb hangulatban teljen majd a bőlérverseny, bár láttam, hogy a hangulat az nagyon jó és csodás, csodás ételek, legalábbis nagyon finom ételeket tudtam megkóstolni a fellépésem előtt. A lényeg az, hogy hoztam mulatós dalokat, aki ismeri, az énekelje majd velem együtt, de hoztam saját dalokat is, aztán remélem, hogy jól fog tenni a következő egy óra. Na hát akkor menjünk, kezdjünk bele! Zölderdőben terem a mérges kígyó. Fogadjátok sok szeretettel! Hé, aki ismeri, énekelje majd bátran, jó? Segítsetek! Hopp, hopp, hopp! Mérges kígyó, szép kislányból lesz a legény csábító. Édesanyám, de jó annak kicsúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. Édesanyám, de jó annak kicsúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. Édesanyám, nem tudok elaludni, legényt hallok a kapuban beszélni. Édesanyám, elszegyik hozzája, fáj a szívem, majd meghalok utána. Édesanyám, elszegyik hozzája, fáj a szívem, majd meghalok utána. Ráéreztem, tudom magam, jól tudom